Belülről nézd meg. Áj, hogy kell V-vel váltok. És merre? Várjál. Kiadom. Egy ilyen másfél millió benne van ebben a kocsiba. Másfél fasza. Az a bologatos sugar mennyibe került? 7000. Mi a fasz kerül annyiba? Reális nem tudom, játék. Még a hátsó ablakba tudnék valami feliratot tenni, de kell a fasznak. Az nem kell. Ez tökéletes így is. Jó, a motorháztetőre nem tettem semmilyen tuningot. Áááá, na mindegy. Hát még igen, ez eléggé csupasz. De ilyen kibillenő motor nem akarok, de valami hűtést mindenképp. Lehívom a kocsimat, hogy újra spannoljon, és megjavuljon. Jaj. Ja. Hallod, híre asszociér, és a Nirbánynál nem vagy ott. Nem vagy elég közel? Hogy legyél közelebb? Á, én nem értem. Külön a szerveren lévő playerek közül kell kiválasztani engem. Én igen, is igen, igen, tudom, a playerre kell rámenni, és ott tudom megírni, mert szar. Ott le kellett volna fordulni, de mindegy. Jaj, de jó. Most már menj végig. Meg majd átvágsz a hegyen, jó az. Hegyen menj el. Nem így gondoltam. Nem úgy ott fejbe, ott lefordultam és fölmentem volna a hegyen. Ez így hosszú út lesz. Ja, megoldjuk. Tenepjáró módon. Ilyenkor lenne jó a repülőautó. Ugrass ki! Nem tudom, hogy ugrottam az előbb egyébként. Faszki, azt hittem tud ilyet, ez a kocsi. Azt nem véletlen volt. Na nyomogass, hát próbáld már ki, akkor tudsz ugrani? Hát nyomogatom, de nem ugrik. Baszki! Drága volt a lámpa! Micsoda? Drága volt az a lámpa! Jól megnézted belülről a járgány? Jó. A fasza? Minden bénám pörögtél. Én X alakban. Nekem annyira nem volt vicces, csak én random esett. Az annyira nem menne, hogy kinyílik ez a kurva nagy kapus, csak így besétel. Enter alone, vagy te, mindegy. Ja, nem hogy valami titkos rajtó, hanem kinyílik bazni a garázs rajtó. Jó, megvan a research. Megnézem, hogy izé. Mennyibe kerül most a következő research, és hogy sorba egymás után jönnek-e. Mm-hmm. Mert akkor aztán 3-4-et megveszem, és a repülőautóban lesz rakéta. Az jó lesz. És akkor mindenki megbaszhatja magát. Főmérke szerver, és ki szétlövök mindenkit, azzal fogok hűlni, mert a tökömtel van ez a szarjátékkal. Levezetem a főgyűlelmet, feszültséget. Minek kell külön elfogadnom, hogy belépjen a laptop? De rossz ezzel takkanyarodni egy ilyen hosszú orra van. Jaj, bazd meg, random van ez. Ez totál random. Az is lehet, hogy a következő a rakéta lesz, de az is lehet, hogy csak a legvégén akarja majd kifejleszteni az 50. Ez milyen, mekkora kibaszás? Csupa hülyeségek vannak, amik engem nem érdekelnek. Lehet különféle szkópot kifejleszteni, mit tudom én. Igen, egyik se érdekel. Összesen egy idegen hagy. Na jó. Adjuk le a cuccot. Adjuk. Törpikus. Ez az egy van. Akkor tegye rá azzal. Ja. Stílusosan megyünk, baszki. Melyik van legközelebb? Ezek jó közel vannak egymáshoz. És csak 5 darabot kell adni, ez tök jó. Akkor ez egy easy. Állj meg a saját kocsimon. Úgy kell az. Hát ez de egy nem szar. Nem kéne fölborulni.
És ott az a rohadt zászló, fúj. Fúj Amerika. Miért nem magyar zászló, baszki? Ugye? Miért az adott player nemzetiséges zászló? Na igen. Az milyen jó pofa lenne. Igen. Vagy egy lyukas alsógatya, vagy egy gecifoltos alsógatya lógna rajta. Jajaj. Az azért menőbb lenne, mint ez a szar zászló. Miért vagyok piros a térképen? Mert akkor már német zászló, őket jobban szeretjük. Miért vagy piros? Nem tudom, vagy vagyok. Villogok én is pirosan. Szenved? Ja. Ez egy szar. De viszont, ó, jó, nem megyek neki semminek most már, mert az idő pont olyan, hogy szűkös. Jaja. Ezek remélem nem engem akarnak. Nem tudom, mit akarok ezek a rendőr. Várjál, levágom, ez így, én levágom. Téged akarnak? Mondják, hogy stop, we need your help. Én megálltam, de nem állnak meg. Itt van egy bunker, pont ahol jövök. Inkább átzúzok minden. Szerintem ez egy csak álca, valami álca. Vagyis valami átbaszás akart lenni. Az is lehet. Vagy pont segíteni fogok nekik, rendőröknek. Igen, miközben állna egy rakat illegál fegyver. Jaj! Jó, miért nem mondtad, hogy ez nem. Ennek az autónak való terep. Hogy bugzódik a zászló? Ha még egy alsógatya lenne, mondom, akkor vicces lenne, hogy így bugzódik. De nem, az a rohadt, na mindegy. De az a jó, ha már odaérek az első ponthoz, akkor már többik gyerekjáték, mert közel vannak. Egymáshoz. Úgy, borulj fel, tehát szart ragacs. Monster Truck, utálom. Szörny Traktor. Szörny Traktor? Vagy Monster, igen, Szörny Traktor. Nem Traktor Szörny. Nem mindegy. Azt hittem ez izgalmasabb lesz. Mindig azt hiszem, azt mindig én autószimulátor dob be. Hát igen, épp ez az. Ez a szomorú. Ez a levegőben irányítás, ez is egy röhely. Rohadt lámpát nem lehet vagy lekapcsolni? Mert kurva ide... Ja. Várj, H-val igen le lehet kapcsolni, mert idegesítő. Úgyis olyan világos az egész játék. Tehát nem veszed észre, hogy este... Mondom, itt össze-vissza. Az este olyan, mintha éppen este lenne befele. De az éppen este lenne befeléből, sose lesz este. Érted? Mhm. Úgy automatikusan simán menne, jó. És akkor minek ide lámpa? Megint, ez milyen jó kis hely volt már. Hú, a 2000 pénzemet leadom, mert megölnek, azt dobálom lefele. Megyek, ahogy tudok, de hát... Ez a szar. Jó, úgy sem bír segíteni, úgy sincs semmi, unalmas, mondom. Unalmas szarjáték, tehát most... Mit bírsz egy unalmas szarjátékba segíteni? Semmit, mert unalmas és szar. Benne van a nevében a válasz. Bújni, borulj fel. Tök jó lehet ez a kocsi. Tök jó színi egy olyan játékot, amit nem ingyen töltöttél le, hanem... Nem megvetted, fizettél, és jogosan szidod, mert tényleg egy szar. Hát igen. Jaj! És nem lehet rámondani. Jó, azért néha lehet rögni. Jó, igen, de nem lehet rámondani, hogy biztos az is, mert régi verziós, meg egy demót töltöttél el, meg mit. Nem, ez egy teljes verziós, ez egy új játék. És ez egy friss. Mindig jön hozzá patch, és egy szóval. Igen. Jó, hely. Hoppá, jönnek velik. Ó, de kibaszott tudorok neki. És jó messzők. Na, sietek. Ne állj meg, amíg lerakod a droppot! Te fasz! Megyek, ahogy tudok. Basszus, nem tudok fölmenni a hegyen.
Lehet leszerem ezt a kurva felnit, 50 ezerre kerül, de lehet leszerem a pizsába és teszek rá ide. Offroad kereket. Az mindig jól jön. He, jó. Jó az. Ha tudtam volna, hogy hegyen kell mennünk, akkor nem ezt hozom. Jó, álljak csak fejjel elfelé, nem bírek lelőni a fejemet, ez így jó. Ők helikopteresek, tök hülyék. Ordibálnak helikopterben. Bazd meg, akkor nem. Ez se izgalmas, amúgy nem idegesítők, hogy a seggembe vannak. Na vegyek. Már egész jól állok. Már csak kettőt kell leadnom. Félig mire idejövök, az 2 perc alatt meg leadom még helikopterek mellett is. Igen. Ha csak nem ölnek meg, mert akkor elbaszódik az egész, mert lehetetlen lesz visszajutni a kocsihoz. Hát igen. Mert rám vannak tapadva. Van egy terepjáró kocsim, de az nem tud annyira terepen menni, inkább ilyen izébe való városi. Ebben nincs is igazi terepjáró ebben a játékban amúgy. A Monster Truck az úgy ahogy. Ez egész jól feljöttem. Lelassult, ha lelassít ez a szarra bejött. Az utolsó, ne. Jó. Mindegy is. Ne ragadj be. Anyátok picsáját, úgyni. Az egyik buzit leszettem. De a másikat is lefogom, mert idegesít. De egyébként egyáltalán nem ártanak. Tehát kifejezetten nullák. Csak egy idegesít, hogy csatogtatják a csúszdiukat. Ez meg főleg, hogy csúnyákat mondanak. Ezt előtted le? Én voltam. Jó. Kapott egy rakétát, mert faszom tele volt vele. Ezt én sem tudom, hogy csináltam. Úgy mi borulj fel, te nagy pár. Á, már kezdek ráérni. Tudom, hogy tényleg... Uh-huh. Igen, ledobott. 1 perc kimaradt a játékból. És rögtön már itt van a 2 helikopter a seggembe. 2 új friss helikopter. Az 1 perces beakadás, aztán meg left. Bazd meg, hogy felakadsz. Ne, nehogy megöljetek, bazd meg. Úgy tudok ugrani, hogy alapból magasnak kell lennem, legugolok, aztán rögtön nyomni kell, hogy már emelkedjek is föl. De nem egyszerű ugrani. Nyertem basszátom, mert kurva anyát. Igen, ebből te kaptál volna egy rakás pénzt, rohadjon meg, hülye játék. Igen, kurva anyját. Igen, azzá is írtam, hogy a legrosszabb értékeléskor átírtam amúgy, hogy a legrosszabb pillanatkor csinálja mindig ezt. Kaptam egy kibaszott versenymotor, de minek? Van nálam pénz, amit be kell adni, nem? Ez baszott jó, egyedül, ez egy szólóba tudok játszani. Online játékom van, de szólóba tudom nyomatni. Kurva gáz. Mindjárt a kocsim az én menő. Az menő. Csak ez a játék nem menő. Ja. Még a NPC-k szinkron hangjai is borzalmasak, tehát a sikoltása más, mint maga a hangja. Tehát más a hangja, hangszín, meg minden. Meg néha még maga a dumája is más, tehát a káromkodós dumája az egy ember mondja, a sima normál dumát meg egy harmadik, vagy második. Meg a sikoltás is egy más. Micsoda? Na mindegy, de semmi, hogy egy emberek van 3 szinkron hangja és kicsit gáz. Hát igen. Mindjárt még egy online szerverre és elkezdem a player-eket ölni, de tényleg ez a rakéta kéne.
Erre jó az a játék. Kíváncsi lennék, ha olyan online szerveren mennék, ahol én is ott vagyok, akkor is ledobnál, és külön szerveret lenne téged, mert együtt szerintem ledobna, szerintem beakadna ugyanígy egyet és engem külön cseszne. Megcsinálná a játék. Én is erre gyarogszom. Megoldaná. Szóval nekem nem kell ezt a feladatkezelés dolgot használnom, mert engem mindig üresbe dob. Hát jó. És vágod, hogy ez már százszor a jobb gép, mint ami az előtt volt, és abban mondjuk nem volt ilyen, ebben meg van. Amúgy ilyen kurva ez. Megyek a kis bótba. Kirabolom. Na megvan a modonáztető is, fasza. Ez volt a legolcsóbb réve, mint az. Talán még kaszírozni enged a játék. Nem. Meg tudod mi hiányzik még? Ami szerenedrázban volt, hogy így ilyen bugos módon ráugrott a motorra. Bugos módon ráugrott a motorra? Amikor szemből álltál a motornak. Ja, és igen. Akkor, na az valami gyönyörű jelenet volt pillanat. Megpróbálok solo game-be menni. Aztán... Izé... Próbálj elkérni. Már solo game-ben is vagyok. Home? Nincs ott az invite. Ez egy... Ez kilépés módszerre működik, hogy kilépsz. Visszalépsz, és akkor bedobja, hogy... De akkor kicsit nem tér észre ez a GTA, és akkor bedobja, hogy invite. De nem értem, mi a faszfé? Szerintem az egész tényleg arról szól, hogy ki akar velünk baszni. Igen, ez a játék ki akar baszni. De nem tudom, hogy miért, mert én sose... De én még troll geci sem vagyok az emberekkel, az a vicces. Csak amikor fölbaszom magam a GTA miatt, azért mondom ezt, hogy le akarom menni az embereket. Egyébként meg eszem ágában nincs az ilyen. Meg nem lenne baj a normális online-nal, nem lenne bajom. Csak hát sok faszokó. Hát igen, hackerek. Jönnek random és így megölnek és azt hiszik, hogy ez jó. Faszom a patenterbe. Amúgy negatívra értékeltem, szóval minden rendben. Helyes. És hozzáírtál dolgokat? Jelenlegi nem írtam hozzá, mert faszom bele. A negatív az negatív. Hát, amúgy is negatív volt. Jelenlegi review nagyon pozitív. Az összes review általában pozitív. Már lépek is bele. Mondjuk ez szomorú, hogy olyan. Tehát jó lenne, mások is rájönnek, hogy ez egy szarjáték. Vagy nem csak nekünk lenne szar, hanem másoknak is. És akkor rájönnek az emberek, hogy ez egy szar igénytelen játék. Igénytelenek lennének kijavítani. Igen. Viszont hogy olyan nagy mínusz lenne a GTA-nak. Megcsináltam egy stun jump mi a francot. Úgyhogy nem is tudtam róla, hogy lehet stunolni. Nézzük már szét itt. Ez Rockstar Editorban, ez egy jó kis hely, használható. Még nem tudlak meghívni. Még nem, be kell írnom izébe. Igen, ez egy kellemes kis hely. Lámpát kapcsolt már, hát ez szar. És nincsen egy másik szint. Nem várjunk, arra is lehet menni. Igen, ez egy... Ez egy boss fightnak nagyon jó lenne jelenetnek. A Rockstar editoros animációs témába. Várjunk, ott is van lépcső. Nem csinálunk belőle semmit, mert szar ez a játék. Csak egy elképzelés, így elgondolkodtam, hogy milyen jó dolgokat lehetne csinálni. De nem.
Mert ez egy szarjáték. Egy résznél abbahagytam a sorozatot, szóval jó kis sorozat. Még vettem föl nyersanyagot, ami... Mindjárt mondom. Két... izé... Igen, megbírlak. Két rész lenne. De... Hú, azt szeret, baszki. Nem fogom megcsinálni. Nem értem, mi az, hogy ilyenkor megbolondul, hogy miért? Nem értem. Alapból bolond, és ilyenkor kicsi részhez fér. Nem értem. Kurva szar. Meg ezt is utálom, hogy olyan maga tehetetlenül esik le a karakter, tehát néhol, ha mint a Crash Bandicootban, vagy nem tudom, hogy le tudnak kapaszkodni, vagy leereszkedni, abban nem biztos, hogy van ilyen, de ott így kapaszkodsz minden szarban. Ha ebbe is raknának ilyet, akkor olyan kicsit esne a karakter, hogy már nem lenne baja. Igen, hogy kapaszkodni tudja. A Ragdoll az jobb, eredeti animációban esik, az szart volt. Itt egy rendőr, elültetem magam, és akkor kíváncsi, mit szól hozzá a rendőr, ha meg elütnek. Még bocsánatot se fog kérni. Amúgy igen, le se tolja. Az előbb elütöttek. Ez a rendőr egy faszkalap. Hallod? Leszúrtam a rendőrt, és valahol a map másik végén megjelent egy piros kör. Mint hogy ellenség. De az hogy? Honnan tudta, leszúrtam a rendőrt? De honnan látta, hogy én... Honnan látta, hogy én leszúrtam? Ez is az a messze lévő emberke, tehát aki... Na mindegy. Na ide gyertek be. A kurva helikopter. Betegyem, hogy szóló szerver dob vissza. Micsoda? Tényleg ilyenkor szóló szerverre dob vissza? Egyedül vagyok. Semmi, olyan, mintha mindenkit ledobna, mintha mindenki lepte el. Én azt látom, hogy lepte el mindenki. Igen, szólóba dob vissza.
még ha köröznek a rendőrök, föl kell menni a kibaszott magas, olyan magas, ahol már helikopterek sem bírnak fölmenni, és akkor nyertél. Keresek a nyomig, de így keresek. Hoppá, az helikopter eléggé magasan van. Olyan magasan, ahol már a helikopterek sem járnak. Van bofájuk följönni rohadt magasra. Néha. Itt látom szpatosokat menni. Keresetnek lent, mert én fönn vagyok. Követem őket, nézve merre mennek. Csinálok egy flipet, egy forgást. Itt lógnak esőbe a kocsi oldalán. Hiányzik a játékhoz a tankok. Igen, amúgy. Ez eléggé hiányzik. Jó, hogy leadás közben nem volt ilyen probléma, hogy ledobott, mert basszaltad volna a kocsit, mert fölgyullad. Hát igen. Hát igen. Hát nem tudom, mi legyen. Érdem, hogy bármit is csinálj. Ez a szarra. Mi csoda? Nem tudom, érdemes bármit is csinálni. Követel az hatosokat? Igen. Körbe-körbe mennek. Elégük akar kállni. Á, most nem mellett körbe-körbe mennek. Már elfelejtették, hogy engem üldöztek? Igen. Nem érdekli őket. Hát, türelmesek. Te is állj, úgy. Bemutatod nekik, akkor lelőnek? Szerintem igen. Mi a fasz? Bemutattam neki. Most nem mutattam be neki, csak mondtam, hogy a ugratások megkocsolták a kocsijukat. Azt nem tudok fékezni, ha beszélek. Én is beköröztek? Igen, mert nekik mentem. Ilyen esős időben ez kurva szar vezetni. Így keressetek, így nézd. Tudod, mit kell a fasznak üldözésítő, hogy üldöztessem magam? Van egy olyan emberünk, hogy Lester. Hát igen. Nem, mintha nem tudnám lerázni, csak sokkal egyszerűbb. Én itt biztonságban vagyok a hírező táblán. Nézd meg, hogy próbálnak leszedni. Mi a fasz? Én halhatatlan vagyok. Nekem nem árthattok. Van is egy még jobb búvóhely. Ide bejövök. A kettő tábla közé. Ennél jobb. Na de jó! Nekem az egyik rendőr, miközben éppen driptelek és beköröznek. Szerencsére főleg veled foglalkoznak. Ja, már fölbúrult a kocsim. Így nem vicces. Hogy jössz le onnan akkor? Megvan, hát akkor sehogy. A probléma megoldva. Mindjárt. Mi random piros pötty megjelent a térképen. Lehet, hogy meg kéne próbálni online szervereket tevékenykedni. Alapból pedig hackerek vannak. Igen.
Na fölmennék, lehet ott nem dobálna le minket, bár nem tudom. De ott se bírunk joinolni egymásra, ott is lehet dobna. Biztos. De így be tudná hívni. Mint most. Ott nem, ott se volt invite. Nem az én is, jó, mert... de ugyanígy meg tudnánk oldani. Az online is. Az online online. Én már leráztam őket ismét. Én is. Most tudom, mit csináljak. Megyek előre. Ez a tök jó száguldani. És most? Nem tudom, mit csináljak. Öljünk rendőröket itt a főtéren. Nem tudom. Na, nincs értelme. Lehet izéket kéne csinálni. Szúrjurálokat. Annak nincs értelme, tudom. Az egész játéknak nincs értelme amúgy. Csak úgy mellékesen. Mész egy repülőautót, ha gondoltad volna, hogy San Andreasból majd repülőautó lesz? Na, nem tudom. Ez már egy akkora nagy hülyeség volt, amit én is hagyhattam ki. Ez már kellett. Na, Royhel megint. Nem tudom, mit csináljuk amúgy. Tényleg nem tudom. Én várok a research-re, mert nem jó semmi komolyba belekezni, mert ledob. Igen. Ez ami úgy fölcsesz, úgy igazán. Aha, nem tudsz feljönni. Fölmászok én. Ezt nézd meg, leugratok innen. Az a könnyű. Bezúzom a kocsit. Ezért fizetek a mechaniknak. Javítsa meg szépen. Két millió dolláros kocsi, javítsa meg. 200 millió. Hallod? Előzítem a nőt, lábra érkezett és elkezdett elszaladni. Szaltózott egyet a levegővel. És lábra érkezett. Gondolom elesett volna, csak nem volt így elesés animáció, mert izé. Jó. Kisgatyával, izé kesztyűvel, sapkával. Kesztyűvel, aranylánc. Nekem is kell egy kisgatyás izét, öltözéket csinálom. Nekem is van jó, várjál. Hol is van? Ez az. Ezt nézd meg. Munkás tud. Híradó volna este. Egy alsó gatyás fasz, ez egy kukánzsákos emberke. Közösség. És ezt a feszítőmosat nézem, milyen kis szar. Ilyet, ez mire jó? Az lószar. Ez csavarokat szesz csak ki, ez olyan. Igen. Megbírja be, ha nagy lögdösöd? Amúgy. Oké, okay, de ezt akarom most kipróbálni, de szerintem nem. Rátaposok. Egyszer már elütöttem, szóval nincs annyi élet ereje. NPC-re baszakod? Hol fogok fánatni? Ezt mondod? Nekem meg itt van. Itt van nekem is, csak ezt mondod. Hallom, hogy fáj neki, hogy rálépek. Nem akarom meg hallani. Rálépünk rajta. Nem érdekel a racing. Ez nem egy racing szimulátor, ez egy GTA szimulátor. Ki mi ugye racing? Semmi, dobja be a hülye üzeneteit a játék. Ja. Milyen szépen kisütött a nap. Például most jól néz ki. Milyen fehér a bőröm. Keveset olyan alsogatjában is nem napozol.
Ja. Nem akar meghalni. Nem fog. Nem, hogy hívnál a rendőröket, vagy sikongatna, nem, csak el akar szaladni. Jó. Most már egész jól tűri amúgy. Hozzászokott. Mi van nálam? Proximity mine. Rá akarod rakni. Ez nem olyan, mint a szerintem sajnos. Csak hogy azért kell sniper puska, hogy véletlenül se lőjek mellé. Krobbáros vagy. Azt hittem meghalt. Nem. Én vagyok Gordon Freeman. Fénykorában.